Az önkéntes a kapcsolatban a városunkban az a jó hír, hogyha nincsen hír. Az elmúlt hetekben sajnos nem pont így történt. Sajnos látjuk azt, hogy a időjárás is ilyenkor decemberben már beváltja magát, tehát hideg van, elkezdődött intenzíven a tüzelés mindenfelem, és sajnos történtek olyan dolgok, hogy füstmérgezés, kályhák eldugulva, kémények eldugulva, és sajnos egy nagyobb tűzeset is volt, ahol szinte egy lakóház megsemmisült, egy idősebb bácsinak egy életmunkája veszett oda. Tűzoltóink és én magam is, tehát mindenkit arra kérnék, hogy nagyon nagyon figyeljen oda a tüzelés technikára, tehát maga a kájhára, a bekötőcsőre és a kéményre, valamint a kájha és a tüzelő berendezések mellett lévő környezetre, hogy túlságosan hamar lángra kapó ékető dolgok ne legyenek ott, mert könnyen tüzet vagy füstöt okozhatnak, ami tehát így karácsony előtt, ilyenkor decemberben nem biztos, hogy jó hatással lesz a kellemesen eltöltött ünnepekre. Azt mindannyian tudjuk meg, legalábbis a igen sokan, hogy valóban léget egy ház. Hogyan lehet ezt feldolgozni, amikor hazamennek? Milyen érzésekkel mennek haza? Nehezen. Tehát ott látni, hogy egy embernek az élet munkája semmisül meg. Mondani azt, hogy percek alatt, hát ez, ezt látni, ezt a dolgot mi ebből őszintén megmondom, tanulunk, meg próbálunk ebből oktatni is. Tehát elmondani mindenkinek, amit az elébb is mondtam, hogy nagyon vigyázni kell a tűzre, főleg ilyenkor, karácsonyi szezonkor, tüzelő szezonban, nem csak a tűz a veszélyes, hanem maga az égés termék is, ami kiáramlik mind a kájhából, mind a kazánokból, mind elektromos fűtőtestek vannak, ott még az elektromos áram, az érintésvédelem, tehát ott mindenre vigyázni kell. Tehát mindenkit arra kérek, hogy ezeket az eszközöket tartsa abba az állapotba, hogy alkalmasak legyenek a tüzelésre, kémények legyenek tiszták, tüzelőberendezések legyenek jó minőségűek, valamint a bekötések, a kájhacső füskivezetők legyenek masszívan rögzítve, ne tudjon széthulni, és akkor ebből nem adódik probléma, valamint, a, ahogy elmondtam, a közvetlen környezetében ne legyen túlságosan hamar Meggyulladó, hamar éghető dolog, hogy ez tüzet ne okozzon, Valamint még nagyon-nagyon felhívnám mindenki figyelmét a gyerekekre. Tehát a gyerekek szeretnek, mint tudjuk, játszani a tűzzel, erre nagyon oda kell figyelni, mert pillanatok alatt megvan a baj. Azt sokan tudják, hogy Vágó talán már az óvodában tűzoltónak készült. Elég sokat látott, egy élet munkája van az ön mögött. Mik a tapasztalatai? Ezek a tüzek, ezek a szörnyű, szörnyű történetek hogyan keletkeznek? Emberi hibából vagy műszaki hibából? Mi a jellemző? Most vonatkoztassuk el az elmúlt heteknek az eseményeitől. Az emberi hibát tudom kihozni minden esetben. Tehát vannak persze műszakibák is, váratlan történetek, mikor nyáron a villám is becsapaszt, tehát az a természet okozza, mi ezt nem várjuk, az is okozhat tüzet, az is okozhat nevezett viharkát, de inkább itt az emberi felelősségen van a legnagyobb hangsúly. De végig hatalmasokat bólogattam, hogy mennyire egyértétek önnel. Be kell vallanom türelmesen. Én is mindent elkövetek azért, hogy a létező legkomolyabb veszélyeket ilyen ki magam ilyen az tudja nagyon jól, hogy egy karácsonyfa csillagszóró nélkül. Hát szerintem egy egy családban szinte elképzelhetetlen. Hát ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a fejlőtlenek. A karácsonyfa környezetében négesünk gyertyát, négesünk csillagszórót. Inkább adjunk egy sapkát a gyerekre, egy kabátot, és vigyük ki az udvarra. Ott annyit csillagszórózik, amennyit szeretne, annyi gyertyát éget, amennyit szeretne. A mai modern világban már rengeteg minden fel van halmozva a lakásokba, ezeknek nagy része mind éghető, könnyen meggyólad. Ezért én azt mondom úgy, ahogy a karácsonyfa is, ahogy mondta, hogy már száraz lehet, hirtelen belekaphat a csillagszóró, belekaphat a gyertyalángja, inkább próbáljuk meg ezeket a benti gyertyázásokat, csillagszórózásokat mostanában már nélkülözni, inkább vigyük ki az udvarra, ahol több méteres körzetben nincs éghető anyag, főleg úgy gondolom, hogy ebbe a párás, ködös nyers időbe amúgy se nagyon van, és akkor próbáljuk ott meggyújtani ezeket, és a gyerek jól érzi magát, stb. De én úgy gondolom, hogy egy pár másodpercig, ha bent a lakásban jól érzi magát a gyerek, és utána baj lesz, ez nem éri meg senkinek se. Karácsony után jön még egy hatalmas nagy probléma, a szilveszter. Betártázunk, tűzijátékozunk, és ismét hihetetlen, felelőtlen módon viselkedik. Hát az embereknek jó része. Köszönjük én is persze. Már az állapot is olyan lehet, hogy alkoholfogyasztás olyankor mindenféleképpen mindenkinél van. Ez, ez egy tehát természetes Ketenség dolog. Van. Így van, ez, ez, ez így kell, de akkor is próbáljak meg egy kicsit felelősséggel lenni, egy kicsit odafigyelni olyan dolgokra, hogyha mégis eldobom a petádát, mert nem akadályozza meg senki, mégis fellövöm azt a tüzi játékot, akkor ezt olyan környezetbe tegyen meg, ahol nem veszélyeztetek vele senkit. Tehát, ahogy elmondtam, hátsó kinnak erbe, ahol nincsen szénaszárító, ahol nincs bálászalma, ahol nincsen jószág, mert itt az állatokat is nagyon riogatjuk vele, tehát próbáljuk meg olyan környezetekbe ezeket elhasználni, ahol tényleg bármi történik, nem okoz tüzet, nem okoz személyisérülést. Igyekszünk megfogadni a tanácsokat, és szerintem nyugodtan mutató, hogy mindannyiunk nevében áldott békés karácsonyt és boldog új évet kívánok, lehetőleg eseménytelenül. Köszönöm szépen, és én is azt kívánok mindenkinek, egész Kabavárosának, minden embernek, tűzoltóimnak, aki a tűzoltóságot segítik. Tehát ő, hölgyeknek, uraknak, mindenkinek kellemes karácsünnepeket, boldog új évet kívánok, és remélhetőleg csak egy-egy készfogásra bemutató, ilyen alkalommal tanálkozzunk, éles esetben ne tanálkozzunk, mert akkor csak baj van.